igazából számomra egy... A napokban kiderült, hogy bizalmi kapcsolat van Kelemen Anna és Ungár Péter között. Kelemen egy Facebook posztjában fedte fel, hogy Ungár Péter az LMP országgyűlési képviselője, a politikai mentora. Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan milyen formában működnek együtt. De például a nő részt vett Ungár politikai lapjának partiján, és a sajtóban az is elterjedt, hogy Kelemen média tanácsokat ad Ungárnak. Hát ez utóbbiról nem hallottam. Én megkerestem személyesen Ungár Pétert, hogy erről beszélgessünk, nem szeretett volna. Tudomásul veszem. Ami nekem eszembe jutott erről a történetről, beleértve, hogy megnéztem Gulyás Mártonnak a beszélgetését vele a Partizánon, ami hihetetlenül szórakoztató, tehát más levegő, mint amit ebben az országban alapvetően szívnak, hogy az jut az eszembe, hogy maga Ungár Péter is mennyire kilóg abból a sorból, tehát hogyha lenne egy ilyen, tehát ugye az állatkertben át kell menni, vagy a vidámparkban volt, nem tudom, hogy át kell menni, és hogyha át tudsz menni, akkor gyere ki egy, ha meg nem férsz bele, akkor felnőtt jegyet kell venni, törpék előnyben vannak, elnézést kérek, hogy Ungár Péter semmilyen vonatkozásban nem, még egyszer elnézést az alacsony növésűektől, Ungár Péter semmilyen vonatkozásban nem fér bele abba a leírási rendszerbe, ami a magyar politikusokról szól. Amikor láttam ezt a hírt, én nem is tudtam mit mondani erre. Most nekem egy most bejátszóba elhangzott, hogy média tanácsokat ad Kelemen Anna Ungár Péternek. Hát most ismerve Kelemen Anna médiában betöltött szerepét, én nem szeretném, hogyha azt tanácsolnám Ungár Péternek, hogy azt csinálja, amit ő csinált a médiában, mert arra én nem vagyok kíváncsi magunk ezzel szólva. De Tamás, hát nem neked kell, hogy ezt tessék, nem? Hát, nyilvánvaló. Ki a fejlőre fog? Tehát, hogy hát mondjuk szerintem az LMP-nek egy más irányú nyitását jelenti. Más irányú nyitását a hova? Hogy hova? Hova? Ugye az a Kelemen Anna ebből a szempontból a törölve. 150 ezer ember szavazott az LMP-re a legutóbbi országgyűlési választáson. Most szerinted mennyi szavazna rá? És Kelemen Annával együtt hányan szavaznak rá? Ezt én nem tudom, mert én nem ebben a körben mozgok, de nem csak az én világom van, János. De a jóbornak nem kell Kelemen Anna. De szerinted? Hát ráadásul nincs is erről szó. Tehát ami itt el van mondva, az már valaminek a túlköltése. Azt lehet tudni, hogy van egy nehezen definiálható, vagy ha tetszik, definiálhatatlan viszony Ungár Péter és Kelemen Anna között, és mi most ez itt a zaccot kavargatjuk, hát már akinek, hogy zaccot kavargatjuk, hogy ez miről szól, de te nagyon fintorogtál. Hát akkor miért van benne a műsorodban, ha nem szavazták. Ha nem izgi. Ha nem izgi, akkor miért van így? Nem tudom, én nem szavaztam meg. Igen, ez kérdés, hogy ki szavazta meg. Nem, én először, amikor ezt a témát néztem, azt hittem először, hogy valami hírcsárda információt, tehát nem azt gondoltam, hogy ez nem komoly, tehát hogy ez valójában nem történt meg, ez a hír, azt hittem, hogy ez csak valami vicc, aztán mikor utána néztem, akkor igen, láttam, hogy ez, és utána próbáltam hova tenni, hogy most mi tényleg arról beszélgetünk, hogy Ungár Péter beszélget, vagy médiatanácsokat kap Kelemen Annától, hogy ez a téma? Jól értem? Nem. Nem, itt maga a szituáció, elnézést kérek, megmondom, ez itt most a kitörés napja és Szabó István. Ugye elvileg és gyakorlatilag Kelemen Anna egész egyszerűen a státuszából fakadóan. Na mi a státusza neki? Hát ez egy 18-as karika kéne, hogy ez kérdezik. Erről a státuszról beszélünk. Igen. Tehát az, hogy ebből adódóan ő, mint egy politikai motiváció, vagy nem tudom mi megjelenjen, azt abszurdumnak találom. Hát erre tettem a kérdőlet, hogy erről beszélgettünk, pontosan erre céloztam. Nekem igen. Is ez a legnagyobb problémám, mert lehet, hogy többé nem hívnak rá műsorba. Én nem szavaztam meg ezt a témát. Nem azért nem szavaztam meg ezt a témát, mert nekem... Ki van, előző nap 10 téma ki van osztva, hogy abból válasszanak a jelenlevők, és a legtöbb szavazatot kapod. Te se szavaztad meg. Én se szavaztam meg. Te se szavaztad meg? Én meg azt sem szavaztam meg. De szavaztani, erről van szó. Ezek után teszem föl a kérdést. Most már megnézem. Igen. Én azt sem tudtam, hogy ez egyáltalán ilyen van. Ez egy izgalmas téma, én emellett érveltem, és már pedig azt gondolom, hogy a magyar politikán nem tesz rosszat, ha Kelemen Anna média tanácsokat ad Ungár Péter. Hát biztos, hogy rosszabbá már nem fogja tenni. Én azért kérdeztem a státuszát, hogy milyen típusú tanácsokról beszélgetünk. Én megmondom,
megmondom őszintén, lázasan elkezdtem kutatni az interneten, mert rettesen röstelem, Kahneman alá, mert nem voltam eléggé felkészült. Egy-két fotót kivéve, ami nyilvánvalóan nem abba a politikai mezőbe helyeztem el, amiről általában engem érdekel, vagy amivel foglalkozni szoktam. És mert meg voltam győződve, hogy itt valami olyan csodálatos ilyen coming out történt, kiderült Kelemen Andránról, hogy egy különleges intellektuális alkat, kvalitás, ami egy csomó kérdésben nagyon hasznosan, értelmesen és tartalmasan szólalt meg, és mi bekényszerítjük őt ebbe a kamerába, ebbe a skatujába, és oda csapjuk Ungár Péter mellé, aki bizonyos értelemben politikai celeb is, és nem csak politikus is, és akkor majd kiderül az, hogy nekünk előítéleteink vannak, és lám-lám egy-két kép, vagy egy-két ilyen megnyilvánulás alapján milyen rossz véleményt vagyunk képesek kialakítani. Nem találtam semmi olyat Kelemen, ami ezt az előzetes feltételezésemet alátámasztotta volna. Ezek után át kell menjek Kövér Lászlóba, mert azt kell kérdeznem, hogy miért beszélünk mi Ungár Péter és Kelemen Anna kapcsolatáról. Kinek jó ez? A Kelemen Annát fogja felhozni? Nem, az Ungár Pétert fogja lenyomni? Én összeszedem a gondolataimat, és megmondom neked, és ezügyben nem tudom, hogy szerkesztői alapossága vagy sem, ugye a Fülem, a Szlazsánszki ugye egymás mögé rakta ezt a két témát, ugye Schmidt Mária fiáról van szó. Amikor azt mondtam, hogy egy nagyon izgalmas valakiről van szó, akkor én azt mondtam, hogy egy nagyon izgalmas sehova, semmilyen kategóriában nem sorolható fiatalemberről van szó, aki a nagyobb interjúinak a felében általában az édesanyjával és a családjával kapcsolatos kérdésekre válaszol, meglehetősen nehezen, mondjuk ebben a Gulyás Mártonféle interjúban relatíve könnyedén, mert hogy Gulyás Mártonnal hangot talál, és ebből a szempontból hihetetlen érdekes az, ahogy ő leírja a kapcsolatát az édesanyjával, és szerintem a Kelemen Anna ebben az esetben valami kivetített valaki. Én azt gondolom, hogy ez a Kelemen Anna official nem is létezik. Amikor ő maga megszólal, effektíve baromságokat mond, azt se tudom, hogy az, amihez kapcsolódik Ungár Péter, az eleve nem ő írta-e, és saját magát lájkolja akkor, amikor egyetért Kelemen Annával. Van itt egy személyiségzavaros, ugyanakkor tündökletesen okos srác, akinek az egyéni vergődését látom az édesanyja és az önállóság között, és ebben a vergődésben jelenik meg Kelemen Anna. Igen, csak ennek a vergődésnek Kelemen Anna nem tesz jót. Tehát én személyes véleményem szerint Ungár Péter túl jó ahhoz. Most politikát még sok mindent félretéve, amennyire felszínesen ismerem őt, szerintem ő túl jó ahhoz, hogy rá legyen szorulva arra, hogy a politikai térben egy Kelemen Annával próbáljon valamilyen teret nyerni magának. De ez csak az én személyes véleményem. Hát most gondold el azt a ballasztot, hogy az Ungár Pétert megterheltük az édesanyján ki, túl most már Kelemen Annával is. Hát könyörgöm. Szerinted itt arról van szó, hogy ő politikai teret akar magának? Gondolom, hogy ez ilyen ismertséget, látogatottságot, kattintást hoz. Szerintem ez van a dolog mögött, de simán lehet, hogy tévedek. De Ági, ne haragudjál, mindannyian visszautasítjuk, de permanensen ebben a politikai szcénában meg tudnánk szólítani feleségeket és férjeket, hogy elnézést. Hogy tud ön otthon együtt a férjével is, együtt enni a férjével vagy a feleségével, aki napközben olyan effektív baromságot mondott, mint amit mondott? Ebbe a körben nyugodtan elfér a Kelemen Anna, mint hogy általában azt szokták mondani, hogy ez a magánélet szentsége, ide már ne akarjuk menni az újságíró. Azt gondolom, hogy van oka annak, hogy nem tesszük meg. Tehát, hogy amiért nem vonjuk be a politikai csatákban, a kritikákban a feleségeket, anyákat, gyerekeket, ahogy szerencsétlen Ungár Péternek is az anyja miatt kell állandóan hallgatnia, amit szerintem nem tehet róla. Szerintem van oka annak, hogy ezt nem, legalábbis aki kulturáltan próbálja ezt a dolgot csinálni, az nem tesz ilyet. Most innentől kezdve ráadásul, hogy ilyen emberrel való bármilyen közelebbi kapcsolat, most nyilván ilyen szakmai vagy politikai kapcsolatra gondolok, felesleges támadási felületet ad, különösen akkor, hogyha a másik oldalon egy ilyen konzervatív családi értékekről beszélünk. Arra, hogy ő milyen módon ad. Akkor jó, igen, felületet. Csak az nem biztos, hogy egy szerencsés dolog. Én is látványosan a kvázi politikai karrierem során látványosan tettem rá, hogy milyen támadási felületeket adok, aztán utána meg is lett az eredménye, szóval ez nem egy bölcs dolog szerintem. Köszönöm szépen, és arra is köszönöm, hogy az időre tekintettel voltatok. Jön a harmadik harmad.